A tartósan egy éven túl regisztrált álláskeresők száma is tovább mérséklődött. A szeptemberi zárónapon 137.400-an kerestek munkát, ami egy hónap és egy év alatt mutat csökkenést. A kedvező folyamatok érezhetők megyénkben is, több új álláshelyet jegyeztek, így körülbelül 1500-zal csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, mintegy 40%-kal nőtt a bejelentett munkába állók száma. Megvizsgáltuk ezeket a munkadói bejelentéseket, és látható, hogy a megye sajátosságainál fogva a támogatott álláshelyek képviselik a zömét a bejelentett állásoknak. Indult most a szeptember hónap folyamán hat kistérségi program és hát ennek a, a hatásai éreztethetőek magyarul azokban a e, megye keleti részén lévő hátrányos helyzetű kistérségekben, ahol egyébként sincs, e, vagy alig van foglalkoztatás, ott ezek a startmunkás munkarégék jelentek meg, és e, végül is így e, segítenek a, a munkaerőpiaci helyzeten. Tehát e, magyarul nem segélyből fognak élni az emberek, hanem munkajövedelemből. Míg főként vidéken a közmunkaprogramok kapcsán emelkedik a foglalkoztatás, a megyeszékhelyen és környékén más munkaügyi szférában is bővülés tapasztalható. Nyíregyháza speciális helyzetben van, hiszen itt csak ebben a hónapban 200 munkahelyre keresnek szakképzett munkaerőt cégek, vállalkozások. A munkaügyi központ igazgatójától megtudtuk, hogy ez év végére komolyabb létszámleépítést nem jeleztek a központ felé, tehát év elején foglalkoztatás bővülést regisztrálnak, ami persze a téli Hónapokban némileg csökkenhet. A bérjelegű támogatások igényelhetők lesznek a következő évben is, az úgynevezett támop 1.1.2 pályázati lehetőséggel a hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek bérére és járulékára 70%-os támogatást kaphatnak a munkaadók, négy hónapos továbbfoglalkoztatás mellett.